Kónya Imre a rendszerváltás utáni első felelős magyar kormány egykori belügyminisztere Kolozsváron mutatta be a magyarországi rendszerváltásról szóló új kötetét. A vaskos könyvet a kolozsvári magyar főkonzulátus előadó termében Mile Lajos főkonzul és Gulyás Gergely az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke méltatta. Az eseményen felidézték az 1989-es események neves alakjait és azok szerepét az 1990-es évek eleji magyar politikai életben. A magyar rendszerváltás egyik meghatározó alakja a Független Jogászfórum és az Ellenzéki Kerekasztal egyik vezető egyénisége, Kónya Imre mutatta be visszaemlékező kötetét a kolozsvári magyar főkonzulátuson. Az 1989 és 1994 közötti magyarországi eseményekre és személyiségekre reflektáló kötet az eddigi legrészletesebb krónikája a rendszerváltásnak és az első magyar kormány korszakának. A kötetet bemutató Mile Lajos főkonzul az irodalmár szemszögéből reflektált a kötetre, és kiemelte, hogy az MDF egykori vezető politikusa nem csak egy korszak történetét foglalta össze, de párbeszédeiben a kor karaktereit is újra elevenítette. Gulyás Gergely, az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, a szerzővel folytatott párbeszédében felidézte a Független Jogászfórum és az Ellenzéki Kerekasztal szerepét a magyar rendszerváltás folyamatában, valamint Kónya Imre visszaemlékezéseit a kor neves politikusairól. Megidézésre került többek között Antal József, Szabad György, Tordján József, Csóri Sándor, Csurka István és Göncz Árpád személyisége is. A kötetről, az 1989-es eseményekről, valamint az azóta eltelt negyed évszázadról a szerző beszélt. A prológusában és honlapján is említi, hogy a könyvét több éven keresztül írta. Miért tartott ilyen hosszú ideig ennek a könyvnek a megírása? Hát először is semmi nem sürgetett. Másodszor meg úgy gondoltam, hogy eleinte jobb, hogyha csak fenyegetőzöm vele. Aztán egy idő után... Hát ez egy érdekes dolog volt, amikor elakadtam Antal József halálánál, és valahogy nem ment a további munka, meg tényleg nem volt annyira sürgős, és akkor értesültem arról, hogy Adalbert díjat fogok kapni, német Adalbert díj, amit annak idején Antal is megkapott, de a halála után, halála miatt már nem tudta átvenni. És akkor végig gondoltam, hogy én már idősebb vagyok, mint amikor Antal megkapta az Adalbert díjat. Gondoltam, hogy jó, hogyha most már befejezem. Hogyan látta 89 júniusában, illetve június és decemberek között az Európában történő változásokat? Mire számítottak akkor, milyen reményeket fűztek a politikai változásokhoz? Hát azért mi optimisták voltunk, másképp nem mentünk volna bele ebbe a kalandba. Az ellenzéki kerekasztal létrejötte volt, úgy gondolom, a fordulópont, mert hiába mondják, hogy a kommunisták csinálták a rendszerváltozást, azért nincs az a hatalom, amelyik önként átadja, lemond a kizárólagos hatalomról, és kellett hozzá egy politikai ellenerő, és ez volt az ellenzéki kerekasztal. Ahogy az ellenzéki kerekasztal megalakult, és nem tudták feldarabolni, mert persze először megpróbálkoztak vele, és végül is elindultak a tárgyalások, akkor már én nagyon optimista voltam. És végig úgy gondolkoztam, mint ez egy versenyfutás, mert tartottunk attól, hogy előbb-utóbb a Szovjetunióban esetleg valamilyen visszafordulás van, és akkor egy robbanás következik be, és akkor jobb minél távolabb lenni az epicentrumnál, tehát sietős volt akkor a dolog. Hogyan látja az elmúlt 27 év történését Európában, hogy rengeteg olyan vélemény van, ami szerint sajnos Közép-Kelet-Európa bizonyos országai visszafele mennek, vagy visszaléptek bizonyos európai értékektől. Hogyan látja ön ezt a jelenséget? Hát aki összehasonlítja 27 évvel ezelőtti Kelet-Közép-Európát, tehát a mi térségünket és a mait, és ilyen következtetésre jut, akkor én azt gondolom, hogy az nem érdemli meg, hogy itt legyen. És hogyan látta ön 89-ben Románia helyzetét, illetve mi a véleménye jelenlegi Romániáról, mint Európai Unió tagállamáról?
örülök, hogy együtt vagyunk az Európai Unióban, mert ez azt is jelenti, hogy a határon túli magyarság is Európában van velünk együtt, és ez egyben a magyarság integrációját is elősegíti. A beszélgetést követően a kötetet az érdeklődők megvásárolhatták a helyszínen, és kötetlen beszélgetés keretében megismerhették a magyar rendszerváltás egyik jeles alakját.